Elérkeztünk a legújabb videóhoz, szevasztok, én Dezső Bence, és itt van a BSV. Köszöntünk mindenkit, óriási szeretettel. Akik az összes kávét megittek gyakorlatilag itt a Postforennél. Még egy darab maradt, de azt majd távozáskor zsebben rakom. Olyan presszót csaptak a srácok, hogy elnehív, ilyen, hallott, ilyen. Tehát koncerteztek azért? Kicsi, van egy kis kimerülés? Én kávé, én ki vagyok merülve, mint az állat, de amúgy is kávén élek. De hát most az amúgy két hétben nem aludtam, azért nézek ki ennyire szorítani. Én meg csak ittam, mert ingyen volt, tehát én amúgy nem szerettem. Ja, hogy ezért? Amúgy nem energiai, tehát iszom, abból is csak bőr. Szóval... Este reklám. Természetesen, és az egyébként nem reklám, természetesen, és én is. A mai videóban hoztam nektek egy klipet, mondtam, hogy a Dezső Bence 2-ről ide a nagy csatornára átkerülnek ezek a reakció videók, viszont változni fog egy picit, mert nem az lesz, hogy a hátam mögött van a zöld háttér és bólogatok, hogy milyen jó a zene, hanem az előadókkal együtt reagálok rá, meg egy kis interjút csinálok, hogy ti amúgy mit gondoltok erről. Ami az érdekesség a maiban, hogy hát egyrészt nem voltam ott a készítésénél, ez majd változni fog, tehát a következő klipeknél majd igyekszem ott lenni, de hogy ez egy szólódal. Miért szólódal? Igazából nem szeretem ezt a kifejezést, hogy szólódal. Nem szeretem. Jó, amúgy, szabad ne feledem, hogy mondjuk valami szart mondasz a klipről, akkor ki lehet csapni közben. Azért vannak itt az előadók, hogy igen, hát azért van, hogy egyből könyökös dobja. Na jó, oké. Szóval amúgy, de hogyha úgy nézzük, akkor az igazából csak megfogalmazás kérdése. Inkább azt mondanám, hogy ez egy olyan BSV-tel, amiben nincsen benne a Gabi. Nem szóló. Ez egy single, ugye arra beszél, ez egy single, mert a Matyi szingli, tehát ez igen, azért igen. Egy single. Igen. Nem, viccet félretéve ez egy annyira személyes dal, egy annyira ilyen hozzám közel álló téma, hogy amikor elnyomtam először a Gabinak, ezt egy fél éve írtam körülbelül. Igen. Kb. 5 perc alatt kijött belőlem mindegyik. Van része. Ilyen? Tényleg, hogy... Nem volt nekem még ilyen, de ez konkrétan így kifolyt. Tehát, hogy így... kiblumpott. Nagyon jó lesz. És a monetizáció így ugrott el a videóról. Hogy ja, ez igen nagyon gyorsan, és én megmutattam a Gabinak, akkor hát Gabi elpityergett. Én nagyon-nagyon én nem szoktam sírni, hát ugye ahogy mondta Dobman, hogy sosem láttam, férfi sír. Ezt mondta Dobman annak, és ez tényleg így is van. Én nem szoktam amúgy sírni, mert nagyon régen, de ez annyira megható, és annyira ilyen, hát engem olyan szinten érintett meg, hogy én kb. Szerintem 5-ször hallgattam meg, azóta nem bírom meghallgatni. Nagyon-nagyon őszinte. Nekem is nehéz, mert nyilván nekünk egy kicsit személyesebb meg, aki a közvetlen környezetemben van, annak személyesebb, mert ők nyilván ott voltak mellettem abban az időszakban, amiről ez a dal szól tulajdonképpen. Tehát ez egy párkapcsolat, szakítás. Ez egy szakítás utáni időszakot ábrázol, igen. Igen, tulajdonképpen. És nem tulajdonképpen, hanem konkrétan. Ezt még soha nem mondtuk ki amúgy, hogy ez egy, tehát hogy annyira egyértelmű. De hát kurva egyértelmű, a címéből egyértelmű igazából, csak azért nem... Tehát amióta elhagyta, ez utal rá. Igen. Nüasznyi logikával össze lehet rakni. Igen, csak azért nem szeretek így erről beszélni, mert nyilván a magam részéről én bármiről beszélek, ami velem kapcsolatos, elég nyílt vagyok, de szeretném azért a másik felet tiszteletbe tartani, szóval... Aha. De nyilván ez egy ilyen viszonylag teljesen valós történet. Viszonylag teljesen valós. Viszonylag teljesen. Azért fogalmazok így, mert tényleg, tehát ez nehéz itt így eldönteni a határokat, hogy mi a magán része, amiről nem kéne beszélni, mi az, ami a közönségre tartozik, de nyilván mivel ez egy nagyon durván őszinte dal, és egy tulajdonképpen amúgy kellett is hozzá tök, hogy így ezt így megírjam és beleálljak, meg így ki tudjak ennyire itt tárulkozni, mert hát ez egy, tehát sokat gondolkodtam már, miután kész volt a dal is, hogy akarom-e, hogy ennyire belém lássanak az emberek, hogy ez annyira ez lesz az első olyan, amiben azt mondod, hogy tényleg áttöröd azt a falat, hogy mindegyik dal őszinte, amit csinálunk. Hát én elhiszem, csak azért ez mégiscsak ilyen... Ez egy másik szint. Igen. Igazából, hát ez egy érzelmes, de a többi dal is őszinte, csak az, ott nem boncolgatnak a dalok ennyire mély témát. Ez valamiért igazából ugye a művészet szerintem az mindig olyan, hogy azt írod ki, ami belül benned van, amilyen élmények, akár pozitív, akár negatív, akár egy trauma, vagy valami megfogalmazódik benned, de ugye nem is feltétlenül tudatosan, hanem ez egy ilyen tudatalatti alkotási folyamat, legalábbis nálam fixen, és ez így tényleg így kijött, tehát 5 perc alatt írtam. Sokat gondolkodtunk mégis, mert ugye nem volt szóló dal, tehát egy külön projekt, nem járunk külön utakon. Igen, ezért is lepődtem meg. Igen, mert ugye mindig csapatban gondolkozunk, és jövőben sem lesz amúgy. És ezért is BSV nével jön ki, hogy ne erősítsük azt, hogy ez, hogy, tehát hogy nincs az, hogy tényleg szólóban gondolkodunk, én egyáltalán nem gondolkodok szólóban, ez se egy szóló dalnak indult, csak muszáj volt így megcsinálni, tehát BSV. Tehát ez olyan, ugye Gabi azt mondta, hogy
ez egy olyan személyes, meg deep téma, hogy nem tudna csak úgy hozzáírni egy vercét. Mert hiába vagyok legjobb barátok, mint 15 éve, meg abban az időszakban is, amikor ez a dal, tehát amiről ez a dal szól, én a Gabinál laktam, tehát hogy így Gabinál meg Vikinél nyilván adta kanapélakó funkciót betöltöttem, szóval hogy ők ezt tök végig kísérték ezt az időszakot, de mégis megélni, mégis egyedül éltem, hát persze, tehát én egyedül mentem át rajta, de egyébként a Gabit is nyilván azért érinti meg ennyire ez a dal, mert... is te látta. Mert ő látta ezt. Igen, tehát amik le vannak írva a dalba, konkrétan a szövege, azt nekem a Matyi már elmondta, csak nyilván prózába. Tehát, hogy csak ezek bele lettek foglalva egy dalba, de én azt hallottam vissza, azt az időszakot, amit ott nálunk megélt, vagy amit itt együtt megéltünk. De igen, tehát, hogy, és ezért is ez, mert azt beszéltük pont múltkor, hogy, vagy ma éppen, hogy ha mondjuk én csinálnék a Vikivel egy szerelmes dalt, abba se tudna a Matyi bejönni. Nekünk is még egyébként ez új. Igen, ez fontos info. Nincs teljesen kész ez a klip, ez a legújabb verziója, amit most kaptunk meg. Például a hangok, amik ilyen alá van a szinkronizálva, azt mi se hallottuk még. Meg amúgy a fényelés részét is láttuk, tehát mi igazából a vágás VFX részig láttuk, hogy úgy kész van. És ez még nem egy végleges verzió. Ma kicsit meghalok, de kelek holnap, egy telt ezer hónap feriadok, még mindig álmodok rólad, álmodok rólad. 10-20 hány kérdésem van. Jó, hát nyilván ez még fog változni. Az első. Vannak azok a tipikus hollywoodi színészek, akiknek megvan, hogy minden filmben egy mozdulatot meg kell tenniük, mert ez a védjegyük. Te minden klipbe visszanézel a kamerába. De ez direkt? Nem, amúgy... Szerintem ez fér védje. Reklámfilmekben is, mindenbe. Ez amúgy nem tudom, valamelyik Dorkó reklámban volt egyébként egy ilyen visszanézés, és annyira tetszett. És azt mondta, hogy jól áll. Tiszta Antonia Banderas. Ben Stilleres az, ami volt, milyen nézése volt. Ja, a kék... Kék acél. Kék acél. Tipikusan az. Kezdjük a medencésre, mert arra nagyon kíváncsi vagyok viszont, hogy... Ugye az kb. A legkomplexebb az egész klipben, gyakorlatilag, mert hát azért nem azt tartotta a legkomplexebb, tehát hogy gondoljátok? Hát azért az nézői szemszögből... A látványra biztos. Látványra, igen. Meg ez igen. Laikus szemmel, igen. Igen. Miért volt ez 3 óra? Mert hogy látom, ez külön van. Hát hogy mire ez kiütött és mire leesett, tudod? Nyilván, hát ez 3 óra. Tehát ez Green Box, ugye? Nyilván. A medencébe zuhanás, az pedig egy medence, tehát az egy real medence. Külön napokon is volt. Vagy hát illetve nem amúgy, mert ez szerda hajnal volt, tehát a szerda hajnali 4-től forgott reggel 7-ig, és igen, akkor a medence, és az meg szerda este 8-tól forgott, mondjuk 11-ig vagy éjfélig. Ha konkrétan a medencésre vagy kíváncsi, ez azért volt ilyen durván 3 óra, mert hát nyilván még oda ment a stáb, lepakoltak statív, le kellett fóliázni ugye a medencének az alját feketével, hogy meglássák. Tehát itt, hogyha a csípbe letekerünk, itt amikor konkrétan, tehát itt látod, itt még nincs kis kimaszkolva itt az oldalán. Az is ki lesz szedve, meg ugye beleszúzva a feketébe jobban az egész, szóval ez még nem egy végleges verzió most, de itt fólia van a medence alján, fekete fólia, ne tükröződjön a fény, ugye innen felülről van meg a spotlámpáknak. Persze. Ezért jól látod, hogy itt vagytok? És víz alatti kamerával van véve ugye az operatőr, ezt a Nagy Bence vette fel ezt az egyenletet, az összes többit a Horváth Csaba csinálta, mint operatőr, és itt a Bence a víz alatt volt, a másod operatőr fogta, vagy hát a Fédi, aki azt a részt, mert ezt a részt a gyártásvezető csinálta, az összes többit azt én csináltam, mármint hogy én szerveztem, és itt lenyomta konkrétan az operatőrt a víz alá, és nekem meg bele kellett ugranom is lemerülni. És igazából ezt egyszer csináltuk meg, mert ugye száraz ruhákba ugrok be. Igen, ezen is gondolkodtam, meg hogy ezt hajjal, igen, igen, ezt nem lehet olyan és ugye ez a rész, ami nem tudom, hogy hol van utána, amikor ez a vízi hulla, úgy hívtuk csak a vágás közben. Ez volt a legnehezebb egyébként, mert mármint nekem, mert úgy tudsz csak lemerülni a víz alá, teljesen kifújod a levegőt a tüdődből, de nem elég kifújni, hanem amikor azt hitted, hogy mindent kifújtál, akkor kezdesz el merülni, és alapból a reakció az, hogy megállsz, hogy nem merüljél tovább, mert nincs már levegőd, és ott még ki kell fújni. Szóval amúgy ilyen tök, azt hittem, hogy tök könnyű lesz megcsinálni, de nehéz volt. Említett a telefonban, mennyibe került az egyenlet, elmondom? Durván ez ilyen 3, nem lehet pontosan meghatározni amúgy, mert ugye nyilván a lámpabérlések már előző napról átcsúsztak, stb. Szerintem ez ilyen 3-4 kiló volt ez a pár másodperc.
zseniális. De egyszerűen muszáj volt, tehát nem lehetett, persze, érthető, kellett, mert itt látszik, villannak vissza. Ezeket az áldozatokat meg kell hozni, hát mire költ a zenész, ha nem erre egyébként. Hát mi is így gondolkozunk, hát, sokan nem mi. Ezt akartam sokan mondani, hogy sokan nem így gondolkozunk. Lenyomják a telóval a klippet. Van benne csók? Volt csók valaha a klipben? Nem. Klipben volt, de bélyesülyen biztos, hogy nem. Nem volt. Ezt tudtad előre, hogy be akarod válni? Persze, ez kellett. Ez kellett. Hát amúgy is most szingli vagyok, úgyhogy most igazából... Tehát csak egy modell kellett, aki szintén bevállalja. Amúgy Anna nagyon durván profi volt. Ugye őt már egy előző forgatásról ismerem, meg jóval is vagyunk. És akkor amikor felkértem erre a melóra, akkor mondta, hogy persze ősz külalapon kezeli, ez munka. Aha. És hogy persze. Ez korrekt. Itt a bunyó résznél. Jól láttam sztoriba, hogy ténylegesen bevállaltál egy forgot. Tényleg. Többet is szerintem. Tényleg, szóval kiszerveltük fel, nyilván amíg a totálok mentek, meg ilyesmi, ott nem voltam megütve. De ugye amikor már ez a közeli van, ami itt ugye Nikolász, ez az ütés, ez real, tehát itt, hogyha amúgy kikockáznánk. Akkor te ezt tényleg bekaptad. Hát, igen, látsz. De tényleg, tehát az arcom is gyűrődik meg minden. Nyilván nem úgy ütött meg, hogy most maradjak, vagy ilyesmi. De részletek. Igen, hát ez kellett, meg a torkorragadás is olyan, tehát az is real. A végén a bevágott jelenetek, ezek real, tehát róla van szó, és tényleg... Nem, azért az durva. Jó, mert biztos, hogy rengeteg nézőnek ez így fel nem. merülni, mint kérdés. Nem, ő is egy modell, a Vivi, őt is nagyon-nagyon imádom, már régóta ismerjük, és a Mokambó Gangben volt ő is egyik jelenetben szereplő, és igazából ezek az ő felvételei. Aha. Szóval én tudtam, hogy neki van egy csomó ilyen jellegű felvétele, és akkor ezeket igazából elkértem tőle, és még hozzáforgattunk Greenboxban lehet, ami páros, de az is csak így bevillan egy-két képre, hogy ugye össze lehessen kötni, hogy ezek akkor közös emlékek. De persze azért nem az. De gondoltatok erre, hogy amúgy sok nézőben fel fog ez merülni? Én mondtam, hogy az eredeti hiteles szereplő legyen benne. És a vagy megvétózta, hogy nem. Igen, de hát... Ja. A Gabinak vannak ilyen jó ötletek. Nem, Vivi nagyon profi, bár itt ebben a klipben nyilván meglévő felvételeket használtunk 90%-ban, de szegényt őt is oda rángattuk reggel 17:30-ra a Greenboxos jelenethez. Rendőrös felvételek? Ezek viszont real rendőrök, nem? Ezt nem is lehet máshogy csinálni, talán ilyen filmes kellékkel lehet csinálni. Hát lehet, csak a büntetés után, ne tehát meg lehet ezt úgy is. Lehet leköptelek közben itt ilyen. Semmi gond. Hagyd csak fel. Jó, ez volt amúgy szerintem a legmacerásabb elintézni. Kérvényt kell benyújtani, a halóklipet forgatnánk? Itt ebben az volt a legdurvább, hogy ez úgy volt, hogy egy gyártás stáb, tehát a gyártónak a feladata az, hogy leszervezze a klipet, legyártsa helyszíneket, szereplős, mink, fény, technika, minden, diszponálás, stb. Minden ilyesmi. És meg is volt rá a gyártócsapat, csak bejött a gyártócsapatnak egy meló egy héttel korábban egy TV2-es, és mondták, hogy el kéne tolni a forgatást, én mondtam, hogy annyit nem tudunk várni, mert akkor már csak karácsony után meg jövőre tudnak kijönni, mert nem szerettem volna már idén kihozni, mert hát igazából már novemberben ki akartak hozni, csak betegültem. És akkor mondtam, hogy jó van, akkor megcsinálom én, és akkor nekiálltam leszervezni az egészet. Tehát itt minden, amit látsz, a medencés beesést kivéve, azt mindent én szerveztem össze. Az ez a rendőrös cucc, ez konkrétan úgy volt, hogy hát ez ennek van egy ilyen jogi mercehúcája, persze kérvényt kell beadni, le kell írni, miről van szó, forgatás, milyen igény van, milyen, stb. Le kell írni kb. Ilyen kis mini szinopszist, akkor azt a rendőrség elbírálja, különböző szinteken átmegy, és akkor a helyi rendőr főkapitány dönt. Át is ment az egész, például Pesten forgatok volna, és itt megvétozta a rendőrfőkapitány. Szóval vártunk egy hetet, ugye, amíg visszajöttek az infóktól. De ezt azért, mert hogy nem volt kapacitás, tehát nem tudtuk. Egyébként könnyű odaérni, hogyha mondjuk már ekkorában van valaki. Nyilván amúgy használtunk kapcsolatot, tehát van kapcsolatunk, meg van olyan barátunk, aki például az ilyen, tehát hogy tudja, hogy mit hogy kell, hogy Heffler Zsolt barátunknak nagyon sokat köszönhetünk, ő segített abban, hogy ennek milyen a hivatalos menete, hogyan kell ezt megcsinálni. De végül ugye le kellett vinni Siófokra, és sokat viszont a Somogy megyei rendőrfőkapitány úr ő jóvá hagyta, és akkor nyilván ilyenkor van egy szerződés, de a szerződéshez még kellett egy engedély a Magyar Közúti Zrt-től is, mert ugye, hogy melyik területen fogunk forgatni.
És akkor a rendőrség elkészít egy tervet, ugye megmondtam, meg volt a közvetzéletétől is az engedély, elkészít egy tervet rá, és akkor a tervhez csatol egy árajánlatot, azt az árajánlatot azt elfogadjuk, hogy aláírjuk a szerződést, akkor azt az előre kellett utalni nekik ezt a pénzt, nem 8 órával a forgatás előtt, és akkor így jöttek. Mert ugye ez a terület, tehát ez az útvonal, ez biztosítva volt. Szóval nem volt lezárva, lehetett ott haladni a forgalom, de a nagyobb kereszteződésekben ott álltak rendőrök, és biztosítva volt az útvonal, hogy ne legyen baleset veszélyes. Úgyhogy nagyon macerás volt egyébként, de nagyon-nagyon jó fejek voltak egyébként a rendőrségnél. Ők élvezték a rendőrök is ezt az ügyintézést, amúgy mondták, hogy tetszett nekik. Igen, meg az ügyintézés során is nagyon jó fejek voltak egyébként, tehát hogy és meglepően gyorsan működött a közútnál is, meg a polisznál is egyébként. Ez nagyon menő. Nem is gondoltam volna egyébként, hogy nyilván hogy ennyivel jár, tehát hogy látod a klipben, először mint laikus azt mondod, hogy felmatrizáztátok az autót, nyilván hozzá nem értő néz, azért nem látja azt, hogy heteket kell menni egy ilyen dologért. Hát nagyon, nagyon, tehát nagyon összetették. Klippet leszervezni, az szerintem az a legdurvább része. És a legegyszerűbb a végére odaérni a kommentbe, hogy szar. Yeah! Ez lett volna még az utolsó előtti kérdésem, hogy mi a reakciótok, nem csak ennél a klippnél, hanem bármelyiknél, mert azért kritikát kaptok ti is, hogyha ennyi munka van egy klippel, zenével, és azt írják a végén, csak ennyit, tehát hogy oda csípjük, hogy szar. Erre annyira, tehát erre nem tudsz mit, le van szarva, tehát erre tényleg nem tudsz mit mondani, tehát fingja nincs róla. Meg amúgy ilyet azért nem szoktunk kapni, szóval ha a zenét szarozzák is, mondjuk mert mondjuk polgárpukkasztó, vagy szókimondó, vagy túl nagy képű, vagy ilyesmi, a klippeikre soha nem szoktak mondani rosszat. Nem lehet. Mondjuk jó, hogy... Igen, tehát azt mondják, hogy sem hogy szar a zene, szarul repeltek, de a klipp az... Azt szokták mondani, hogy könnyű ennyi pénzből. Ja, ezt de könnyű ennyi pénzből így reppelni. Nem a pénz a lényeg, tehát hogy nyilván több millióba kerül egy ilyen klip, amit amúgy a saját zsebünkből fizetünk, amit amúgy zenéből keresünk meg, tehát hogy nem könnyű. De hiába magyarázod először, úgyse fogják megérteni. Mindegy, tehát az a réteg nyilván nem fogja, de nem a pénz a lényeg, hanem a meló. Tehát hogy én konkrétan két hete nem aludtam most, tehát hogy így... Hát mondom én. Meg megfáztam a forgatáson, mint az állat, ugye hát ennyi jelenetén nulla fokban. Betonon feküdtem, amíg ez olyan... Kellemes lehetett. A medence is hideg volt. Utolsó kérdés, elégedettek vagytok-e a klippel? Hát ez brutálisan, szerintem most nagyon. Ja, ez még nem, de majd a véglegessel igen. Tehát szerintem... Ezen még nem, tehát már ez is olyan egyébként, hogy az 1%-ban van Magyarországon. Nem vagyok elég, abszolút nem. Elégedettek vagytok valaha egyébként? Tehát persze, van a végeredménnyel mindig, csak úgy rakunk ki. Tehát tudom, hogy ezzel is az leszek. Uh-huh. Meg úgy szokott lenni mindig. Mindig, de az a durva, hogy kikerül, foglalkozol vele, és soha többet nem nézzük meg. Amikor kikerül, soha nem nézzük meg a saját klip. Fingjunk nincs. Kimegy és többet nem nézzük meg. Igen, de például mit tudom én, egy Mokambónál is emlékszem, hogy az utolsó pillanatban is még a VFX-el még volt simítgatva, hogy ez tökéletes legyen. És mindig azt szoktuk mondani, hogy még ha nagyon ritkán, hogy most is be van tervezve, tehát már 3 napja megy csak a fény, tehát már kész a vágás 3 napja, és csak a fényer és VFX ezek mennek most. Aha. Tehát sok idő van számba rá, bocsánat, de hogy mi a megfázás, de néha még így is előfordul, hogy csúszunk pár órát, és azt tudtunk mondani, hogy inkább csúszunk, mert a klip az fennmarad 10-20 évig, és akkor legyen jó. És most még nem vagyok vele elégedett, hát hallom, amúgy a hangokat most hallottam először, egyrészt halkak, másrészt egy csomó helyen zavaróak. A rendőrautó jó van. A rendőrautó az jó volt, igen, helyenként hiányolom is. Ugye a drónfelvételek nyilván az hiba a kimentésben, a fényelésben is van még egy-kettő, ami biztos, hogy nyersen van hagyva, vagy egy preset van csak ráhúzva, még nincs megcsinálva rendesen. Úgyhogy még vannak benne így hiányosságok, de mikor kész lesz a klip, ugye ma éjszaka szerintem. Szerintem ez a klip visszaadja azt, amiről a dal szól, tehát egy nagyon jó képanyagot kapott hozzá. Tehát egy Ez illik, tehát ez így kerek ez a sztori szerintem. Én ebben sem vagyok amúgy biztos, hogy őszinte illik a dalhoz, mert nagyon rámegy, mert minden az nyilvánvaló egyébként. De nem adja vissza? Ez volt az első olyan klip, aminek inkább minden másodpercét kitaláltam, szóval hogy itt igazából felépítettem fejben, és mintákat is küldtem rá, hogy pontosan mikor minek kell történnie. Tehát azt is tudtam kb. Hogy hol fog becsapódni az ütés, annyira összeraktam fejben. De és illik rá meg minden, de amúgy azt nem tudom, hogy szerintem érdemes ezt a számot meghallgatni klip nélkül. Mert úgy szerintem még többet tud adni. Uh-huh. Hát ugye Spotify-on kell hallgatni, hol máshol, hát... Azt hiszem a legjobban hallgatni. Na hát végezetül nekem is nagyon tetszik, egyébként nekem nagyon bejön, hogy van egy sztoria, és tényleg nem hiányolom belőle a Side Synchront.
ami észre veszed, hogy igen, nincs. Igen, észre veszed, hogy nincs egyébként. Meg ezek a részletek, ezek nekem nagyon bejöttek. Tehát maga az, hogy először lát a néző csókot például, hogy elő, vagy tényleg bevállalod az ütést, a jobb forgot, vagy valami. Ezek kellene. A szex jelenet is úgy volt, hogy lesz, nem? Tényleg? Nem volt szex jelenet betervezve? Nem, mármint ott a csajokkal az első, az emeserevi meg az. Én úgy tudom, hogy ott nem, volt ezért az valami, nem? Maximum viccelődtünk csak ezzel még a szervezés alatt, mármint hogy mi. Pedig lányok, az lenne, az is például, mint tudom, hogy valamelyik csajnak van párja, érted? És akkor azért... Hát ja, úgy netces, azért nem, persze, meló, tehát az netces. Meg nem is hiányzik, tehát hogy nem, ennek nem az a lényeg, hiányoltam. Én azért hiányoltam. Csak az kellett volna, nem? Igen. 3:33, csak az. Nem Boresz, nem Boresz volt. Nem, ott is egyébként tényleg mindenki nagyon ügyes volt, és mindenki nagyon fajn volt. Meglepően jó fejek voltak egyébként a csajok is, mert ez mindig ilyen sztereotípia, meg nyilván ami van is valóság alapja, hogy amikor egy csajra forgatsz, vagy találkozol, vagy valami szép siker, és a többiek általában milyen sztereotípia, jó, vagy üres a fejem. De amúgy róluk abszolút nem mondható, tehát mindenki nagyon-nagyon jó fej volt, és tényleg köszönjük szépen, hogy hozzátettetek a kliphez, lányok. Hát gratulálok én is hozzá, egyébként nagyon király lett, ti is pörgessétek, ott lesz a link a leírásban, remélem minden kérdésre választ kaptatok. És hát nagyon köszönjük, hogy jöttetek, tényleg ez. Mi is köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Szép munka. Nem mondott csúnyát, pedig majd készítettem a balost. Majd otthon veszek még hozzá, a karokat nem láttuk. A karok nem volt. Hogy őszinte legyek, előtte beteg voltam, másfél hónapig is fogytam. Kicsit lemegyek. Fogytam 6 kilót. De azért ott vannak. Ott van. De hogyha a verképeket nézitek, vittem súlyzott, és azért durrantott rá. Amúgy tényleg. Volt egy kis durrantás. Nagyon köszönjük, hogy jöttetek, iratkozzatok fel, mi nem vagytok. Sziasztok!